A politika egy olyan szakma, ahol minimum elvárása jó kommunikáció. Amikor ez sem megy egy politikusnak, akkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy vajon hogyan tudna egy minisztériumot igazgatni, költségvetésről szavazni vagy emberek sorsáról dönteni. Az a politikus, aki még kommunikálni sem tud úgy kéri a közhatalmat, mint az a szakács, aki Michelin csillagos étteremben szeretne séf lenni, úgy, hogy még egy rántottát sem tud rendesen elkészíteni. A Laci mondta, hogy ha egy politikusnak már a hazudozás sem megy flottul, akkor van igazán nagy szarban a haza. A politikai kommunikációnak olyan mesterei vannak, mint Hollik István, egykori kormányszóvívő, aki jelenleg kommunikációs kormánybiztos. Ő olyan politikus, aki kommunikációs szakember is egyben, mint az a pszichopata, aki még hóhér is, vagy mint az az agresszív bunkó, aki még rendőr is. Persze nem akarom egekbe sófolni a szakmai elvárásokat, hiszen akiről beszélek, az mégiscsak a Fidesz kisegítő osztályában, a kdmp ben nyomul, és hát ne legyünk túl szigorúak velük, ha igazuk van, amúgy is kemény elszámoltatás vár rájuk a túlvilágon. Hollik István két dologról nevezetes. Egyrészt szemrebbenés, arcrángás, sűrű tikkelés nélkül képes ismertetni a kormány mindenkori álláspontját, ami a témában jártas kriminálpszichológusok szerint is félelmetes teljesítmény. Másrészt számon tartjuk egyre dúsabb hajkoronáját, ahogy Jason Stathamből lassan David Hasselhoffá, Kocsekből Tina Turnerré, Zagyvagyör Gyulából köves lomóvá változik. Rossz nyelvek szerint egy sajtótájékoztatón hullik Istvánként mutatták be, és ekkor döntött a hajbeültetés mellett. Múlt héten, éppen amikor Magyarország világelső lett 25 ezer járványáldozattal, Hollik István kommunikációs szakember a következő poszttal örvendeztette meg Facebook követőit. 25 ezer! Ez az! Köszönöm! Folytatjuk a munkát! Biztos István? ha nem lenne jobb inkább abba hagyni? Hogyha ez az arca kommunikációs kormány biztos, akkor milyenek lehetnek az egészségügyi szakembereik? Há, elég ijesztő, nem? Ha ilyenek a szakmai sztenderdek a KDMP-ben, akkor én nem lennék sem hajtó, sem szigorúan védett állat ott, ahol a semmilyen Zsolt vadászik. Jó, 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 értem, tudom, hogy nem a 25 ezer halottról emlékezett meg, róluk a Fideszben inkább megfeledkeznének, hanem a 25 ezer Facebook követőjéről. Hát ilyen népszerű ember ez az István. Minden hajhagymácska megérte az árát. Érdekes hely ez a kereszténydemokrata néppárt. Én ennyire megbocsátó Krisztusról még nem hallottam. Hát nem bűn a hiúság, semmilyen óta tudjuk, hogy nem bűn a gyilkosság, nem bűn a vállás, és hát ugye a lopás is belefér. Ez a kdmp s Jézus, <laughs> ez nagyon lazarc. Nem kerülhetem meg, hogy beszéljek egy másik kommunikációs csúcs teljesítményről is. Részben azért, mert törekszem a kiegyensúlyozottságra, Részben azért, hogy felhívjam Hollik István figyelmét, hogy a dús hajjal borított egészséges fejbőr sem kímél meg a kommunikációs tragédiáktól. Ahogy Fekete Győr Andrással is történt a Partizán stúdiójában. Vagy legyek inkább fegyelmezett ellenzéki, és ezt ne hozzam szóba? Hm. Hát de Andris, hát döntsd el, Léci, hogy ez neked most kínos vagy nem. Ez majd kiderül. Ez majd kiderül. Mm, nem lenne jobb, hogyha inkább kussolnék? Én, Én nem. Hát, vagy, vagy nem tudom. Szóval, hogy... De mit mondjak, hogyha rákérdeznek? Nem tudom. Mert mint te sem tudod, vagy ezt válaszoljam? Mm. Igen. Biztos vagy benne? nem tudom, meg kell kérdeznem. Jó, akkor inkább nem beszélek róla. De nem akarok fölényeskedni, mindenkinek lehet rossz vagy őszinte napja. Van egy elmélet, ami szerint senki nincs hosszan a képességeinek megfelelő pozícióban, mert hogyha valaki jó egy adott beosztásban, akkor előléptetik. Ezután két dolog történhet. Vagy rosszul csinálja és alkalmatlan lesz az aktuális pozíciójára, vagy jól csinálja és addig léptetik elő, amíg alkalmatlanná nem válik az adott feladatra. Hosszú távon mindenki egyel jobb beosztásba kerül, mint ahova való. És a tapasztalat azt mutatja, hogy az elmélet igaz, a politikára és a bürokráciára különösen, na meg a rokon szakmákra, például a valóságsókra. Győzike így lett a Győzikesó sikere után teljesen alkalmatlan műsorvezető, VV Majka így lett ügyes zenei producer, aztán felejthető tévés. És a legújabb, hogy már ebből is feljebb lépett, ő maga a szakszervezeti mozgalom. A héten meg is valósult a Majka Szíjártó csúcs találkozó. Majka azt mondja, hogy a zenészek és a Katával adózók panaszait vitte a külügyminiszterhez. A külügyminiszter meg azt, hogy két COVID-túlélő reményteljes beszélgetése volt a jövőről. Én mindkettőjüknek hiszek. Nekem nagyon tetszik a rafkós borsodi szemikontakt cica gangsta naivitása a Nickelodeonból vagy az Ezo TV-ből tájékozódhat, hogyha azt gondolja, hogy egy év alatt nem értesültek felcsúton arról, hogy zenészek és vállalkozók tömegei mentek tönkre az elmúlt hónapokban. Az Ózdi Csibész ismertette külügyúrral a szomorú valóságot, és a segélymilliárdok mindjárt nem mészáros számláján landolnak. Majka a szemünk láttára éli a szállító legújabb részét, ahol a hős kalandos körülmények között eljuttatja a külügyminisztérium erkéjére az életeket és egzisztenciákat mentő információt. Én nagyon remélem, hogy Majka most már nem áll le és közli a haverjával, hogy azért van még pár apró gond az országban, de nem kell sietni, mi nagyon türelmesek vagyunk. És kifejezetten jó ötlet a külügyminisztert felkeresni ezekkel a problémákkal, hiszen ő gyakran jár Dubajban, majd közben jár a Nerelitnél. Komolyra fordítva, vagy a Majka tök hülye, vagy minket néz annak. Még meg is sértődött, amikor sokan kiakadtak, hogy a szijártóval lövi a szelfiket, lebaszta az internetet, mondván, hogy ő a madaras teszkóban is vásárolt aznap, akkor talán nekik is eladta magát. Hát... Azért én érzek némi különbséget a között, hogy beugrom a kóba fél kiló zsírér, vagy egy minisztérium tetején dumcsizok a portyázók és fürkészők vezérével, egy olyan kormány tagjával, ami sportot űz abból, hogy nem áll szóba ellenzéki újságíróval, semmibe veszi az ellenzéki képviselőket, meg úgy az ország egyik felét. De persze lehet, hogy a kettő ugyanaz. Nehéz ezt nekem megítélni, nem vagyok akkora ember, mint a TV2 sztárja, aki ezek szerint olyan rutinnal tárgyal kormányzati szereplőkkel, ahogy a bevásárló kocsit tolja a hentespult és az energiaitalos polc között. De tényleg, hogy jött létre a csúcs? Majka felkelt, ivott egy kávét, netezgetett, látta, hogy csődben a vendéglátósok, a színészek, a zenészek, Ah, oké, gondolta, akkor ma nem Playstation-özöm, ideje intézkednem. Fogta a telefonját, rácsörgött a szijártóra. Hát szavasz koma, hajrá lilák, van néhány belpolitikai probléma, beszéljük meg gyorsan. Mi? A faszom a be háromra ott vagyok. Vagy szijártó érezte azt, hogy túl sok a pozitív visszajelzés. Az ellenzék, a vállalkozók, a nemzeti konzultáció, mindenki csak dicsér, nincsen semmi kritikai észrevétel. Hát felhívja a híresen bölcs és nagy tudású majkapapát, hogy mutasson utat. Hogyan tudnák még ennél is jobban csinálni? Annyira jó száma belehalok, biztos tud adni néhány tippet, amikor ennyi halott van az országban. Nem ítélem el Majkát, én is oda mentem volna, örömmel adnék tanácsot is, és végre egy olyan munkahely Budapesten, ahol nem kötelező a maszkviselés. De még akár maszkban is ott lettem volna, amikor Lölö megkérte Várkonyi a kezét. Andi, olyan szép vagy, mint egy tender, amit megnyerek. Gyere hozzám, feleségül, Andi. Ígérem a hálószobában, úgy fogok veled bánni, mint Viktor az országgal. Te gyeremben hordozlak majd, mint Viktor a barátait. Szeretni foglak, mint Viktor a hatalmat. Örökkön örökké. Na mit mond a Hát ki tudna ennek ellenállni? Micsoda lagzi lesz, te jó ég! A legény búcsút szervezi vőfé Borkai Zsolt, zene DJ Jesse és a Fási Ádám Nerbend, személyvédelem Emri Hárd. Porta és sofőrszolgálat Berki Krisztián, vendég Majka. A jóképű keresztény, aki dús sörényével meghódítja a koszorús lányokat és lepattintja a nyomulós vén kecskét, Hollik István. A nyomulós vén kecske, Dajcs Tamás. A gulyáságyúért német szilárd felel, a bográcsokat fűszerezi, borbás marcsi. A házassági szerződést Orbán Viktor szerkeszti, Rákos falvi látta mozza, a templomban az orgona mögött Ákos játsza Pachelbelt, a templomi esküt Balogh püspök szentesíti. A menyasszony tánc virtuóz zene Mága Zoltán, a lábast merőkanállal ordítva veri Bajer Zsolt, nem eladó a menyasszony már megvették, a hajnali kacányammerhez rakoncai imreklampíroz tuti a szuperbuli, az viszont nagyon zavar, hogy Várkonyi Andrát mindenki lekezeli, mint hogyha ő lenne a luxus csaj, akit megvettek kilóra. Amiközben egy igazi hódító, egy erős nő, aki elveszi, amit meg akit akar. Ha a Mészáros ciki, akkor a Bocskor meg a Zsidró Tamás az mi volt? Hát, mintha sajnálnánk és lenéznénk szegény Dzsingiszkánt, amiért nem tudott ellenállni az általa leigázott országok gazdagságának. Hát azért azt ne felejtsük el, hogy ebben az országban ennyi pénzért még nem dugtak. Mészáros megütötte a főnyereményt, Stróma milliárdos lett, el is vált, élvezhetné a szabadságot, aztán mégis igába hajtja a fejét. Hát a Viktor teljesen betörte, az Andi meg palira vette. Szegény naív lölö. Százból 99 fideszes a helyében már rég hívta volna Borkait az ikrek számáért, a Lőrinc gazda megházasodik. Hát a legkeresztényi barc az egész rendszerben. Tényleg olyan, mint egy szép. 120 kiló, tele van pénzzel, és nem ugrál. <laughs> Sok boldogságot kívánok. Éljen az ifjú pár. Ásó kapa, jachtkaland.